Ez itt a Filó a padon második rész. Szeretném azzal kezdeni, gyerekek, hogy nincs itt semmiféle komolyabb depresszió, meg ilyenek, nincs itt semmiféle világvége hangulat, egyszerűen csak az ember néha besokal, néha rájön a honvágy, stb. És most úgy gondoltam, hogy ezt így megválaszolom a videóban, mint Filó a padon második rész, mert annyi üzenetet, annyi kommentet kaptam, hogy mindegyikre már nem is tudnék mindegyikre válaszolni, meg nagyon-nagyon hosszú kommenteket kaptam, amit ugye most röviden és tömören így meg szeretnék válaszolgatni. Ugye Zvolenszky Zoltán, ugye egyik kedvenc videósom, akit nézek, most volt Hollandiába, húsiparban, azóta vegán lett, vagy vegetáriánus. És hát ő itt röviden és tömören, de szerintem az a legjobb, hogyha ti is így a kommenteket átolvassátok, és akkor nem lesz túl hosszú ez a videó. Például ő arról ír, hogy ugye ő most 3 hónapig volt távol, és hogy ő megérti ezt, meg hogyha hazajövök, hazamegyek kezdőtőkével, mondjuk egy építőipari vállalkozóként elkezdenék korrekt bért fizetve működni, az itt nem működik. Ismer sok olyan embert, akik 10 évvel ezelőtt még az egekben voltak, most rozzant Suzuki-val járnak. Ugye hát ő sokat aggódik a családja és a ház miatt, de mindegy. A lényeg az, hogy ő és még sokan mások ugye azt tanácsoljátok, hogy eszembe se jusson hazamenni, csak tisztázzunk egy dolgot, hogy én 2011-ben hazaköltöztem, 1,5 évet bírtam. Közben én ott volt egy kis üzletem, ingatlanoztam is, úgyhogy én nagyon jól tudom, hogy miről beszéltek. Nekem ami legjobban nem tetszett, az, hogy a napomnak a, mit tudom én, 50-60% azzal telt el, hogy hogy ne verjenek át. És ez nagyon fárasztó volt agyilag, nagyon fárasztó volt fizikailag. Na mindegy, egy szónak is 100 a vége, hazai pálya ide vagy oda. Tisztában vagyok vele, hogy mik a lehetőségek otthon. Tehát sajnos nagyon limitáltak a lehetőségek. Ha van valakinek lehetősége, azt is szarra adóztatják. Úgyhogy van itt olyan, aki Ilkay, ugye? Ismerős ez az érzés, amit felvázolsz. Én is, mert több mint 10 éve elhagytam szülőföldem, és bevallom, sokszor hiányzik az otthon, de belegondolva, hogy engem mi vár otthon, és mik a lehetőségek, egyből kicsit elhagy a honvágy. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy járom a világot, de USA-ban is volt alkalmam élni 2 évet, amiről nem igen vannak jó véleményeim, élményeim. USA tipikusan az ország, legyen szó bármelyik államról, amely szeret veled, és minden nemzetiség próbálja kialakítani a saját kis zugát, ami az otthonra emlékeztet. Elég az olaszokra, latinokra, ázsiákra, franciákra és egyéb nagyobb népcsoportokra gondolni. Igen, sajnos mi magyarok nem tudunk jelenleg sehol a világon ilyen nagyobb negyedeket kialakítani, vagy amik annó voltak, azok kihaltak, viszont 20-30 év múlva jelentősen meg fog változni, mivel már most kétszerese a kitelepedett emberek száma, mint annó 56 körül. Ezért erre minden esély megvan. Na, ebben sok mindenben igazat adok. Azért meg lehet itt találni az összetartást a magyarok között. Nyilván óvatosnak kell lenni, de szerintem ez minden nemzetiségre vonatkozik. Úgy látom, te is egy élettapasztalt világutazó vagy, úgyhogy érted, hogy én miről beszélek. De, ja,
40 éves éveim körül hazamegyek, építek vidéken valami házat, családot alapítok, majd élek, mint hal a vízben. Igen, valahol ugye nekem is a hosszú távú tervem ez, mondjuk a 40-es éveim kezdete most van, ugye most rúgom a 40-es éveim elejét, és majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Egyelőre, mint mondtam, ugye az egy gondolatmenet volt, az egy kicsit érzékenyebb napom volt, és mondom, egyelőre nem áll szándékomban hazaköltözni. Most 3-4 évvel ezelőtt voltam ugye otthon is éltem, és most egyelőre még én úgy érzem, nekem még nincs otthon a helyem, ám bár többet megyek majd látogatni, ezt is megfogadtam magamban. Úgyhogy Viktor P., ő egy állandó kommentelem, ő azt írja, hogy hogyha lehet videóüzenetet küldeni, én abban reagálnék, mert leszárad az ujjam. Igen, nyugodtan csinálj videót, át tudod küldeni privátban egyébként. Robert Vician. Kapjál egy menyecskét és csináljatok gyerekeket, és mindjárt nem fogsz ennyi hülyeséget összehordani. Hát ja, Robi, ez olyan, hogy egyszerűnek hangzik, meg minden. Egyébként itt több kommentet kaptam, amiben azt írjátok, hogy hát az a bajod, hogy nincs barátnőd, blablabla. Ezt ti egyébként így honnan tudjátok? Ez úgy érdekelne. Úgy tényleg érdekelne, hogy nekem nincs. Na, akkor itt van Németh János. Egyidős vagyok veled, fordított helyzetben vagyunk. Mi az USA-ba igyekszünk, közel 22 év Magyarország és 20 év Németország után. Hallgass rám, nem akarsz te hazajönni. Vigyél ki magadnak egy csajszit, alapíts ismét családot. Eszedben ne jusson hazajönni, minden 100 forint, amit valaha keresel, vállalkozó 68%-os adózással van sújtva. Igen, hát NAV, meg minden szóba jön itt. Igen, megírod itt, hogy beszélek vele Skype-on egy órácskát, és soha többet nem akarsz Magyarországon gondolkodni. Igen, jó, hát szerintem, ja, Skype-olhatunk is bármikor, de itt megint az van, hogy nincs család, meg, vagyis hát, hogy nincs párom. Na, szóval igen, és akkor ebből itt jött egy ilyen adok-kapok. Hogy Németországtól pedig jó nyugdíjt fogsz kapni, meg stb. Stb. Na mindegy. Böri Zs. Sajnos a hazai pálya nem igazán hazai pálya. Nem tudom miért vándoroltál el, de jelenleg max a megkuporgatott tőkéd, amit vár a haza. És bizony, bocsánat, hogy így olvasok, csak mindig bevillan valami ezen a kurva telefonon, és próbálom lenyomni. Meg itt a kutyák is beleszólnak. Ja, hogy ugye a megkuporgatott tőkémet várja a haza, és ez így nem korrekt, igen, igen. Valami ilyesmi. Szupi mester, cseréljünk helyet, te haza, én ki. De aztán nincs vissza cserebere. Szupikám, nem olyan egyszerű ez. Mondjuk, mit tudom én, de hát az ajtó mindenkinek nyitva áll. Hogy próbáld meg. Oké, László Balog. Kicsit depp is lettél, mert most nincs barátnő. Tessék. Vagy hogy nincs. Ki tudja ezt? Még én se tudom. Otto Szabó. Biztos, hogy a honvágy és a szeretteink hiánya nagyon rossz lehet. Nekem van ismerősöm, idősebb ember, aki gyógyszert kell szednie a honvágy ellen. Ez milyen gyógyszer, Ottókám? Megkeresem, vagy írd le. Igen, hazaköltöznék, élvezném először a barátokat, a család közelségét, utána belefásulnék az otthoni dolgokban. Jól látod. Igen, majd hogyha anyagilag független leszek és...
Akkor igen, megyek majd. Szép napot neked is. Gersomó, tőled bármilyen videó jöhet. Ez is benne van ugye, hogy milyen videókat csináljak. De fürge ürge. Persze se feled, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen. Vas Albert idézete. Hát, köszi szépen, igen. Ez jó, ezt így kell gondolni. Pete Production. Megpróbálta a kormány. Ha jól emlékszem, egy tucat ember se tudtak hazacsábítani. Közben persze kiment 500. Alapíts családot, rögtön meg lenne a hiányodra a gyógyír. Oké. Küldjetek akkor egy asszonypajtást, aki akar gyereket, meg mit tudom én is készen állok lassan. Seven Horse. Vili, mindennek van oka. Szarér húgyért akarják foglalkoztatni az embereket, és csodálkoznak, hogy nem mennek. Nincs munkaerő hiány. Ez egy duma. Jó. Mondjuk én úgy hallom, az építkezésen van. Igen, itt elkanyarodtunk gyerekek itt abba, hogy otthon milyen rossz, meg milyen a fizetés, de nem ez volt ugye a lényeg. De valóban, tehát ezt én meg tudom érteni, meg nyilván ezért nem vagyok otthon. Tehát én szerintem ezt én is tudom, hogy mi a bérezés, meg hogy, mert azért hiába itt kint élek, azért látok dolgokat, meg híreket, meg ez az amaz. Igen, hal 9000. Ő mindig bölcseket ír. Kicsit belelátom azt is, hogy szívesen visszapörgetnéd az időt a 20-as évekre, és újra élnéd otthon is. Kár, hogy az embernek nincs két élete. Igen, ezt nagyon jól látod, mert benne van ez is, de ki nem élné újra a 20-as éveit. Tehát tényleg tök jó lenne, hogyha újra tudnánk élni, és máshol is. Frak, gyere ide! Csöndbe legyél, gyere ide! Na. Jó, hát ugye nehéz nekem most így hirtelen azonnal reagálnom mindenre. Ugye itt van Patrik Szalai, aki Balatonon dolgozik szakácsként, 11. éves tanuló, és soha nem gondoltam, hogy tanulóként így fogok keresni, mint ahogy most. 12 óra, itt is ledolgoztam a 10-12 órákat. Lényegében amit az egészből ki szerettem volna hozni, mert ugye Székely Vegán írja, ott a haza, ahol jól érzed magad. Hát akkor nekem már volt már pár hazám. Akkor itt van Ernő Német. Ez egy kicsit ilyen trollkodós dolog, és ezt én nem nagyon csipázom. Azt írja, hogy ez egy zsidó mentalitás, ugyanis nekik soha nem volt hazájuk. Mindenhol, ahol megjelentek, csak élősködtek. Ezért utálják őket mindenhol. Hát, na. Ez egy kicsit trollos, ezt föl se kellett volna olvasnom. Thomas Tom. Szerintem csak magányos vagy. Nem vagyok magányos, ha hiszitek, hanem ez nem magányosságból fakad. Itt igazából azért vannak barátaim, meg vannak ismerőseim, meg van itt minden. Magyar hentes, magyar kávézó. Tehát akarnék, én minden nap mennék magyarok közé, meg megyek is, ahol, amikor tudok, de nem igazán arról van itt szó, hogy magányosság. Oké. Akkor mi van még? Akkor ennyi. Akkor ugye sokan azt írjátok, hogy mert egyedül vagyok, mert nincs párom, de ezt ti nem tudhatjátok. Rendben. Hát akkor ez volt a Filó 2 a padon, és mondjuk címnek ugye
az lesz, hogy válaszok kommentekre, és ha akarjátok, még lesznek ilyen filó videók. Szóval a lájkokból és a nézettségből ítélve tetszik nektek ez a filó a padon. Úgyhogy ha mindannyian megszavazzátok, akkor lesz ebből egy ilyen kis sorozat, aztán majd mindig arról beszélek, ami éppen történik, vagy mondjuk ehhez kell egy olyan ihlet, vagy minek hívjam, filó, hogy filózzon az ember. Nem mindenki tud minden nap filózni. Na jó van, gyerekek, akkor adiós!